hashtag bocskor. Egy remek társasággal ma, sőt, van, akik össze is öltöztek. Itt van velünk Vosala Rozina, Dobos Evelin, aki Rozival összeöltözött, Körkisz, és itt van Német Kristóf. Jaj, de imádom, Kristóf, amikor jössz. Már mondtam neki adás előtt egyébként, hogy amikor jön, akkor már előre mosolygok. Tehát annyira... De tényleg így van, nem? Tehát hozzám is előre ismeritek. Mosolygok, hogy ide jöhetek hozzátok. Megint egy képes lap. Aláírás Kristóf. Kristóf ma képes lapokban beszél. Azt is elmondta nekem adás előtt, hogy sok szeretettel gondolok rád. Ilyet utoljára nagyanyámtól kaptam. Aláírás Kristóf. Tudod, volt az a zenélő. Ma már mindig olyat küldött, egyen meg a szívét is. Tényleg ilyen. Még kinyitottad, és így nagyon rossz zene, tudod? Igen. Zené, de jó. Nagyon-nagyon-nagyon helyes, tényleg, Kristóf, köszönöm. Nem, az előbb hallottam, hogy a bulvár lapokról, cikkekről beszéltetek, mi is fogunk majd mindjárt, de tényleg a feleséged imádja ezt a műfajt? A feleségem nagyon szereti, és most épp fölhívottam minap, hogy ha mész benzinkútra, akkor az XY magazin ma jelent meg, de lehet, hogy most cserélik, hogy még a tegnapi is kín van a múlt heti. Mind a kettőt vedd meg, mert a címlapon vannak az XY-ék, ezek nekem kollégáim, barátaink. Érted, hogy meg tudnánk kérdezni, és nagyon érdekel, mi van a házasságunkkal. De nem az igazságra kíváncsi, na most. Nem, szerintem arra, hogy mit írnak a lapok nyilván, de közben... De a Rozi kérdezte, nagyon helyes volt, azt mondta, hogy szerinted azt is elhiszi, amit rólatok írnak. De volt már olyan? Nekem volt olyan, hogy cáfolni kellett valamit, amit egy lapban olvasott az illető, ami egyébként nem történt meg, vagy kérdőjel, hogy megtörtént-e, hogy volt olyan, amit neked meg kellett magyarázni, ami olvasható volt rólad? Ki kellett magyarázni? Buktál-e le a csajozással, ez a kérdés? Köszönöm, Rozi, imádom, amikor engem lefordítasz. Ja, volt. Jaj. Istenem, na, azért mondtam, hogy bulvár dolgokkal kezdünk, mert ilyet már csináltunk, ezt talán még ebben a körben nem, hogy ugye szoktunk rákeresni cikkekre, ami veletek előfordulhatott az elmúlt hetekben, aztán. És akkor arról beszélünk, de nem ez lesz. Nincs ilyen, nyugi, hanem... Ez a te blokkod lesz. Most cikk címeket veszünk alapul, és akit érint a cikk cím, az nem szólal meg, a többiek viszont megpróbálják a cím alapján kitalálni, hogy mi lehet a cikkben, mert általában köszönő viszonyban nincs a cím a cikkkel, jó? Nézd meg, Rozi, te vagy az első. Már 12 hetes, akkora a boldogsága a konyhafőnök sztárjának, itt az első felvétel róla. Lehoztam hízás nélkül. Ha Rozinából indulunk ki, nekem egyből eszembe jutott, hogy ez mi van, ha mondjuk kovász. Egy kovász, egy 12 hetes már a kovász. Nevelgeti, szerintem jó nyomon járok. Igen. Igen, de nem így van teljesen, Evelin. Van még ezzel kapcsolatban cikkcím. Óriási öröm érte a gasztrobloggert. Vosala Rozina családja bővült, meg is mutatta a kis jövevényt. Továbbra is kovász. A kis kovász. Jaj, de aranyos. Igen, köszönjük a dramaturgiát, hiszen még nem lepleztük volna le, de... Csak itt tovább menne a vezérlőben. Óriásiak vagytok. Azért gáz, mert én egyre biztosan voltam a kanabiszban, a kis jövevénynél. De te négy gyerek után erre asszociálsz. Milyen négy gyerek? Öt? Úristen, hét? Nem, három. Nem. Három, mert szóltunk, hogy állj. Hát emlékszel, szóltunk, Kristóf, állj. Gábor azt mondta, hogy ez volt az utolsó. Kis szünet, ezt mondta. Azt mondta, hogy évad végéig semmilyen hírt nem akar. Nagyon édes. Nagyon cuki. Nem, mesélj már, milyen típusú ő? Ő egy uszkár, érdi zsivány. Érdről hoztuk, és egy mintakutya, szóval, hogy nem lehet egy rossz szava, 6-8-szor szarik be éjszakánként, úgyhogy... Mennyi idős a jövevény? Egy 12 hetes volt, amikor ja, igen, elhoztuk, tényleg. Most már 4 hónapos, de egyébként nagyon, nagyon cuki, nagyon jól van. Én mindig is kutyás voltam, én egy írszetterre... Hát anyukád nagyon nagy kutyás. Igen, én egy írszetterre...
szetterrel nőttem fel, aztán volt még egy ír szetterem, és most 8 éve nem volt már kutyám, és most éreztem azt, hogy itt az ideje, és egy nagyon jó döntés volt. Kinek van még kutyája? A családban van nálunk, igen, de neked milyen kutyája? Nagyon sokat volt velem, tehát de évekig. De kutyás vagy alapvetően? Nagyon, igen, minden, nem macskás. Kristóf, te macskás, nem. Macskás. Én macskás vagyok. Macskás vagy, van is macskád, vagy macskás vagy? Hát mindig lesz, amikor nincs hivatalosan, akkor is előbb-utóbb szegődik, tehát ilyen értelemben nekünk most van fontos. Igen, macskát könnyű szerezni, azt macskát... Hát igen. A macska szerez téged valójában magának. Neked is volt, tehát tudom. Tehát én tudom, hogy te neked is volt, és ismered, hogy azért egy más... És jött, és mindig kidobtam, és megint vissza, hogy kidobtam, de tényleg így volt. Ilyen, és aztán, amikor elmentem először a napba, akkor tudtam, hogy most megadtam magam. Tényleg így volt. De aztán átköltöztem 50 méterrel odébb, és a macskák nem jöttek velem. Tehát, hogy nem, tehát úgy vélhetően tényleg a helyhez kötődtek, és nem hozzám. Mondja, Develi, mi a véleményed? Hát, sok mindent elárul. Tudom, ez róla. Tudtam. De legalább egy kis visszaigazolásra. Igen. Lakásban mi a helyzet? Ilyen bekaki, bepisi? Igaz, az nem működik, hogy az orrát belenyomni ezért. Nem, állítólag nem szabad, mert állítólag nem is lehet, nem is tud még ilyenkor. Az záróizmuk nem működnek, tehát nagyon sok mindenért nem lehet lecseszni. Aha. De 99%-ban megtanulta, szóval, hogy már... Olyan, mint én. Hát, az 1% az csak fesztivál szezon alatt. Mesélj a záróizmaidról. Nem akarsz tudni róla. Nem, tök jó neked, mert mi vásároltunk egy kutyust a szeptemberben, egy Golden Retrievert, ami konkrétan egy hód szerintem, mert minden szétrágott, ami fa. Tupac a neve. Egyébként, szóval egyébként innen lehet szerintem a gangster vérvonal. A kislányom kutyája szétrágta azt a faszegét, ami ott alul van, és azt én bekentem csilivel. És hát nézd, természetes anyag, tehát hogy és nagyon ugyanez, hogy megűs ezeket, és a sarkoknál minden, ami sarkos volt, azt minden szépen. Nem lakik nálam, de igen, tehát egy ilyen kis Carolina Reaperrel bekened, az azért hatásos. Elveszi a kedvét. Elveszi a kedvét. Nem, hogy hívják César Milán után szabadon, akkor hogy Milán, César, hogy hívják ezt? César Milán, igen, ez az én módszerem. Ez a te módszerem. Igen. De a szegény macskák mit kaphattak, akit nem költöztek veled? Ezek után bele se merek gondolni. És egyébként az életedet, mert azért te nagy utazó vagy, meg ilyen spontán csajszik, hogy mi lesz itt a perui főzetekkel? Nagy mázli, mert a legjobb barátnőm az a körülbelül egy utcára lakik tőlünk, akinek szintén van egy úszkárja, és már legjobb barátok, úgyhogy bármikor ott tudom hagyni. Hamarosan megyek egyébként Kanadába, és ott tudom hagyni most is egy hétre, úgyhogy szuper. Ezt az ember előre megszervezi, leszervezi. Így van. Ja. Így szuper, van. Curtis, te jössz. Na, nagy örömöket sejtett ez a Curtis cikk cím. Boldogan jelentette be Curtis, már úton van, hamarosan érkezik. Hát akkor gondolom kutya. Én nálad is akkor a cím után még egy kutya. Ő van úton, nem? A Curtis van úton, és hamarosan érkezik haza. Igen, így jelzem Judinak, hogy most hazajön. És ezt először a Blikkel közölte. Elindultam. Megjelentve, akkor megyek. De most a Blahán vagyok. Hatest. Ha rólad szól ez a cikk cím, akkor tudnánk, hogy megint nem bírtál magaddal. Hát látod, ez a különbség. Hamarosan érkezik album, új album nagyon megjelenése. Nagyon jó irány, ez az. Az lesz? Szerintem az, vagy az új dal. Tehát, igen. Hogy az Instagram oldalán Curtisnek van egy kis részlet az új számából, és azt bemutatja, és akkor a rajongók legnagyobb örömére, akik ugye alig várják, hogy élőben élvezhessék a rapper zenéjét. Milyen aztán. Jó fotó ez volt egyébként. Igen, mai. De egyébként, Ati, találtunk még valamit a következő szöveggel.
miért kell nekem ezt a fejet minden nap látnom? Hát de tényleg! Ő ugye a párom Judy. Igen. Mármint nem aki a kívül. Aki a pólót hordja. Aki a pólót hordja, Judy. Igen. Ő meg a mi Peti barátunk. Igen. Na, ez a pólóhoz hogy jutott hozzá Judy? Hát volt a boxos műsor, és ugye aki a Petinek szurkolt, ilyen pólóba kellett lenni. Ház, és hát, de igazából ennyi lett volna, hogy a műsorra egy időben a lezárásával a póló is eltűnik. Tehát a Peti lezárásával a földön. Igen, de igen. Ágyba is bújik benne? Hát ez az alvós póló. Én konkrétan Petivel alszol. Szóval nem volt elég, hogy több évig együtt öltöztünk, együtt fociztunk, együtt zuhanyoztunk, hanem most már vel is alszom. Akkor az Adrinak sürgősen csinálta a sejpulót a te fejeddel. Igen, egy olyan küldjét. Egyébként, hogy néz ki nálatok a lefekvés? Tehát, hogy... Hogy akkor a Judy befekszik az ágyba a Petivel, hát Peti pólóban, rajtad mi van? Hát ezek után már mindegy szerintem. Egyébként én mesztelen alszom. Te mesztelen alszol, jó. Mi van, hogyha az éjszaka, az este többet kívánna? Akkor... És odafordulok is. Igen. És odafordulsz. Hát nem, az azonnal. Az elvenni a kedvemet valószínű. Ati, hol a legjobb nyúlni Petihez? Ez konkrétan, de tényleg olyan élethű, amúgy tényleg olyan, hogyha ez ma rajta marad, nem is akarok erről beszélni igazából. Nem, passzolom ezt a kérdést. Judynak nem kell mondani, hogy fáj a fejem, migrénem, hanem csak felveszi a pólót, és akkor tudjuk, hogy lehet hallod, csak lehet, hogy ez nézni. Az... Igen, hogy amikor lehet neki... Lehet ezért hordja. Ha bújni akar egy sorozatot nézni, akkor felveszi. Ennyi. Ez az új hullámos fáj a fejem. Most ezt figyelni fogom. Ez az új hullámos fáj a fejem. Történet, igen. Te mit szólnál, az itt a fejben egy Csonka Bandi pólót? Akkor jönnek csak igazán a kedve? Akkor jönne meg, nem? Akkor beindulnál, mi? Akkor tudnál. Akkor jönne csak igazán a dígom. Lehet, hogy lenne vonatkozás a végén. De dígdom biztos. Ezért én meg te is nem mondtam, hogy dígdomot, Evel is mondta a vonatot. Igen. Jó, Kristóf, rólad is van. Aztán itt van német Kristóf döbbenetes bejelentése. Kicsit parkoló pályára tettem a karrieremet. Igen. Senki nem hiszi el. Parkolópályára. Hát gondolom a baba érkezésével picit rá... Most nagyon jó vagyok a nyomozásban? Elég picit. Jó, igen. Jó, tehát a baba érkezésével most picit háttérbe szólt. De nincs baba, 4 éves a fia. De honnan tudod? Amikor ez kijött, ez a cikk. Hát amikor ez kijött? Tudjuk, mikor... Ja, oda van a... Ja, akkor viszont nem lehet. Hát akkor jön az új baba! Hát az új baba, a harmadik baba, nem? De várj, most Kristófot kiütötted, látom. Most mit tudom, most rosszat a negyedik? Nem, csak én nem akarok megszólalni, az a játékszabály, róla persze. Van szó, azért. Van a harmadik azért... bébi, megszületett. Oké, okay, bébi. Persze. Még tehát újabb bébi. Nem. Bébi vagy mi lehet itt? Miért teszi parkolópályára Kristóf a karrierét, amely... Én biztos vagyok benne, hogy Kristóf csak a bébi miatt tenni. Valami másfajta melóba fog, valami tök másba. Gyerekek miatt. Igen. Igen. Nem színház, hanem tévé. Elmondhatjuk, ugye? Valami. Persze, természetesen. Na, tehát, hogy a gyermekek, a családod miatt... Az történt, hogy amikor már a végére értünk a babavárásnak az utolsó hónapok, akkor valóban én átadtam a színházi szerepeimet, tehát klasszikusan meg tudtam azt csinálni, hogy picit legalább érezze azt a feleségem, hogy igyekszem 100%-ban mellette lenni. És a tavalyi nyár elejétől kezdődően, vagy közepétől kezdődően valóban abba hagytam egy időre mindenfajta munkát, nem vártam televíziós fellépés, semmit az égvilágon. A cégben is nagyjából átadtam a dolgaimat a helyetteseimnek, és ennél fogva egészen addig, ameddig el nem jött az a nap, amikor lefeküdtünk este olyan 11 fele valami sorozatnézés után, és akkor hajnali egykor keltett, hogy na most van az, hogy indulnunk el a kórházba.
addig együtt tudtunk lenni, és mindent megszerveztünk, és együtt álltak már a bőröndök, megvolt a haditerv, mint az úttörőknél ez a riadólánc, hogy ha ez megtörténik, akkor hívjuk a nagymamát, hívjuk a nővért, mindenki ott volt startra készen, Levikét a 4,5 éves leadjuk a nagyinál, őneki van ott egy meglepetési játék, hogy azzal legyen elfoglalva, már be volt készítve, ne azzal, hogy anya elmegy a kórházba, de ő is fel volt készülve, bementünk, és akkor minden tényleg ilyen mesésen annak rendje és módja szerint, bár azt mindig elmondja a feleségem, azt mondja, hogy a szülésünk olyan volt, hogy te nagyon jót aludtál, mondja ezt nekem, mert valóban bementünk, és ilyen ideális volt, hogy a kórházban jött a kismama, akinek elfolyt a magzatvizem, meg én, és akkor jaj, jó napot, művész úr, jöjjenek egy kávét, művész úr. És mondom, nem csak tereljük be a kismamát, és akkor rátették ezeket a ilyen mérőeszközöket, és jött az orvos, és mondta, hogy művész úr maga nyilván nagyon fáradt, pihenjen le egy kicsit, nyugodtan, van még itt ideje, aludni egy kicsit. És akkor a feleség is mondta, hogy persze, hát nyugodtan, hát persze, én itt el leszek. Azt mondja, ücsörgött, várta, ugye, hogy jönnek a fájások, és lényeg az, hogy én tényleg elszenderedtem, és arra ébresztettek, hogy jöjjön, lassan el kell vágni a köldökzsinort, és ez nem teljesen így volt, hanem nyilván, amikor beindult az egész, és a feleségem kérte, hogy én DJ-zzek végig, és ilyen zenéket játszottam le, Michael Bublé-val indultunk, és aztán AC/DC lett a vége. De akkor már ébren voltam, és fogtam a kezét, és akkor már úgy született meg a gyermek, mint persze, hogy apár szülés volt. Úgyhogy hát ez volt a rövid története ennek az éjszakának. Na, Evelyn... kapcsolatban azt olvastuk, cím, Dobos Evelyn, 2. sokkoló a figyelem, ami ilyenkor körbevesz. Starbucks. Lehetne, eljegyzés. Igen. Eljegyzés. Hát igen, a figyelem, az utólagos figyelem valóban. Sokkoló a figyelem, ami amikor ilyenkor színpadra körbevesz. Amikor színpadra lép színésznőként. Striptease. És sokkoló. Striptease. Striptease. Te tudod egyébként, hogy mit akar ez a cím? Nem. Nem, most úgyhogy bármit mondhattok. Jó, akkor elmondom. De akkor én is tippelek, tudod. Akkor nem, elmondom, hogy nemzetközi fesztiválokon, diátadókon a megjelenés. Azzal kapcsolatban mondtál te ilyet. Hogy az sokkoló, az lehet. De mi egyet? Te miért voltál nemzetközi filmfesztivál a Napszálltal? És a Curtis. Igen, ez Körti? A kép, ez a velem. Én intéztem. Körti. És egyébként képzeljétek, mindig ki kellett javítani az írott interjúkban. Körtis. Igen, mert hát, S-sel írták hát, a végét. Engem ismernek. Hát igen. Vagy Michael Curtis, ugye, aki a rendezője volt a Casablancának is. Ez a velencei filmfesztivál volt. És mi ez a sokkoló? Hát figyelj, az... Most komolyan kérdezem, magyar színész, mi az a sokkoló, ami egy ilyen helyszínen történik eleve, hogy... másképp? Kijutsz egy A-kategóriás filmfesztiválra, az önmagában szerintem zavarba ejtő, mert vagy nem jutsz ki, vagy kijutsz, de soha többet. Tehát, hogy egy ilyen egyszer az életben, hogyha... És felkészítenek rá? Ott egyébként... Nem. Ennél emlékszem, hogy itt volt egy másik filmfesztivál, ahonnan utaztam a velenceire, a Montreali, és emlékszem, hogy a reptéren ültem, és menő. Próbáltam így a Instagramon nézni felvételeket, vagy videókat, hogy itt mi történik, mi a koreográfia, hogy ki, hogy mások hogy csináltak más filmbemutatónál, mert én, nekem van egy ilyen térvakságom, ha egy új helyre bemegyek, vagy egy térbe bekerülök, akkor nem látok nagyon evidens dolgokat, és nagyon szerencsétlenül tudok esni, kelni akár, és én ezzel szorongtam, hogy nem fogom tudni, hogy mi, hogy lesz. Térhajnalba hazamegyek, nekem is térvakságom lesz. Drágában, megint az a térvakság! Én semmit nem ittam, én nem ittam semmit, csak térvakságom. Hát az Evelynnek is ez van. Igaza volt. Úgyhogy igen, nagyon... Ott teljesen más, hogy terelgetik, kezelik az embert, nagyon más. De terelgetik, kezelik? Tehát tudod, hogy mennyit kell megállni a fotófal előtt, a ruháidat, azokat itthonról hozod, vagy... Igen, azt itthonról vittem mindent, de hogy ott mi történik, azt már... Ki csinálja a hajad? Ott, akik a filmben voltak egyébként a fodrászmesterek, őket, aha, a stábot vitték, mert itt kint volt az egész stáb például a velencei filmfesztiválon. És volt valami igen, nagyon zavarba ejtő találkozás, valami olyan sztárral, akit így iszonyatosan szeret? Igen, Del Toro ült a vetítésen. Én ültem a szélén, a középső sor szélén, lépcső, és ott mellettem, és végig szotyiszta vagy, ott rákcsáltál valami gumicukrokat, zacskókat csörgetett, és az ott, néztem, de már láttam, így néztem végig 2,5 órán keresztül, hogy ő mit csinált, tehát ez volt így észrevétlenül. Az nagyon izgalmas volt így közel kerülni. Hát
Igen. És mennyire emberi, nem? Ő meg csak szotyi izgat. És nagyon izgalmas volt egy pont a filmben, bár ez a napszálta volt, nem egy vígjáték, de ott felkacagott, vagy felröhögött egy pont az egyik mondatomon, amit így oda vetettem félfogról az egyik lánynak, ami picit ilyen, hát az a testílusot tudod, ilyen, hogy csak oda vetett, de az ilyen bocskorosan. Ki, igen, igen, bocskorosan, és ilyen jól jött ki, drama, tehát az jó volt. Büszke vagyok poentíroz. Én is most erre a mondatra. És akkor ez így jó volt látni, úgyhogy nagyon izgalmas ez tényleg. Na maradjunk még a filmnél, Oscar díj, ugye most volt a díjkiosztó, és ezzel kapcsolatban, hát nekem ugye Will Smith óta... lehet újat mutatni. Nem lehet újat mutatni, hát az a legjobb jelenet volt ever, amit... Tavaly volt, ugye, igen. Amikor behúzott neki, én azt hittem, hogy az vicc. Én is azt hittem, hogy ide, annyiszor elemeztem, és utána az utóéletét ismerjük. Utána már azonnal láttad, csak először nyilván náluk, ez benne van a pakliban, hogy így eljátszol. Hogy eljátszott dolog. És ezért vártam, hogy idén lesz valami, nem mintha megnéztem volna, hanem csak utólag. De azért beszéljünk, mert volt két jelenet, amiről érdemes beszélni. Az egyik Jimmy Kimmel felvezető beszéde és picit cukkolása Robert Downey Jr. felé, és van még egy másik, ezzel jövünk vissza egy pár perc múlva a reklám után. Itt is vagyunk és oszkározunk Bosada Rozival, Dobos Evelinnel, Curtisszel és Vive Kristóffal. Még mielőtt belemegyünk ebbe a sztoriba, szoktátok-e nézni? Most csak azért kérdezem, mert régen még a Magyar Televízió is, vagy valamelyik televízió magyar csatorna közvetítette, és akkor még voltak ilyen szakértők, narrátorok, Albert Györgyi, emlékszel, vagy Balázsi Panna, így van. Igen. Szóval, hogy azért az egy esemény volt, most mintha nem lenne, aki nézi valamelyik külföldi csatornán, ti szoktátok-e, fennmaradtok-e ilyenkor? De szerintem egyébként ez a deklasszálódása magának az Oscarnak, az egyébként a sorozatok megjelenésének is köszönhető. Tehát ma már... Meg az Oscarnak magának is nagyon köszönhető, én szerintem. Tehát nagyon sok furcsa döntésnek, a písziskedésnek, ami elindult az Oscar átadókon is, én szerintem. Megérzett mögötte a bizniszt, hogy nagyon igen, sok esetben itt erodálta önmagát is szerintem a rend. A filmművészetről van szó, vagy ezt érzed, vagy hallod, vagy tudod, ha megfelelő oldalon, megfelelő cikkeket megtalálsz, hogy érzed ebben a bizniszt sok esetben. Miben nem érzem. Egyébként igen, mikor nem erről szól, de ugyanakkor mégis valami más lehet. Én már nem nézem, magyarul ez a válasz. Szerintem már nincs a filmnek olyan kultusza, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt, hiszen sorozatokat nézünk, sokkal több sorozatot nézünk, sokkal kevesebb filmet nézünk. Tehát régen a filmnézés az volt, hogy megjelent a film, és bemész a moziba. Mennyit jártál moziba régen? Ma mennyit jársz moziba? Hát most elmentem a Dűnére, de hú. Mi nem tetszett? Hát három és fél órán keresztül nem tetszett. Mi van? Elfogyott a popcorn, uncsi volt. De nem, óriási popcornt vittem. És mégis uncsi volt. És Diet Coke-ot. Jó, az fontos. Ez nagyon fontos. Igen. És a lányom szerint a popcornt sajtszószba kell mártogatni. Sőt, én halapenyó paprikát is rakok a tetejére. Szóval lehet kérni extra halapenyót, a nachoszt nem kérem, csak az extra halapenyót, és azzal eszem a popcornt. Na látjátok, hogy még megvan a varázsa az Oscarnak? Az van, hogy egyetértek ezzel, hogy már ezek a nagy filmek, vagy az az érzés, amikor beülsz most például Tom Cruise ugyanezen az állásponton van, hogy ő például még mindig eltartja magát a streaming felületektől, tehát ő még szeretne hinni abban, és miatta be is hogy mennek van mozi, a moziba. Van nagy persze. Mozi, igen, de közben meg olyan minőségű sorozatok készülnek, amik egyszerűen korábban meg nem voltak jellemzőek. Igen, sorozatok a Netflix óta teljesen más. Igen, ez lehet magyar Oscar most is, tehát ugye, hogy nagyon hogy fontos. Costume design, tehát hogy berendező és tulajdonképpen díszlet, vagy látvány kategóriában. Mihalek Zsuzsa, így van, és hát neki gratulálunk. Nektek? Csodálatos. Egyébként annak idején a Csini babának is ő volt például a látvány. De hát az nem nyert semmit. A te műsorod is megszűnt akkoriban. Pont egy beesett. Pont egy napon. Egy napon. Egyébként számít-e az Oscar díj kiosztó aztán, hogy te mit nézel meg?
befolyásolja. Vagy ez a biznisz, ez már te... Az Oscar lista szerintem, amikor kijönnek a nevezések, azt én mindig végignézem, és akkor igyekszem elindulni rajta. Most a Poor Things, a szegény párák pont, amivel kapta Mihalek Zsuzsa, az nekem nagyon a top listás, azt nagyon szeretném. És annak olyan a látványa, hogy azt viszont moziba kell megnézni. Tehát, hogy most azért bemegyek... Igen, de sok filmre igaz, de ez igaz, a mozinak itt van a varázsa, hogy nagyon sok film tényleg más mutat, moziban, meg IMAX-ben, meg odahova tervezve van, mint megnézve egy laptopon. Így van, pontosan. Tehát a mozi azért mégiscsak mozi ilyen értelemben, és aki elmegy moziba, azt tudja megkapni ezt az élményt és megérteni. Úgyhogy én is nagyon hiszek a moziban. És igen, szerintem az Oscar azzal együtt, hogy erodálta magát, maga az átadó, mert talán azt kevesebben nézi, de hitele van. Tehát az, hogy Oscar-díjas színész valaki, Oscar-díjas rendező, ha egy filmplakátra kírják 10 évvel, 20 évvel később is, szerintem az nézőket hoz, engem is befolyásol. Azt mondják, hogy a Covid is tehet erről, tehát hogy meg a harmadára csökkent egyébként a nézettség az Oscar-díj átadónak, illetve azt is, hogy nincsenek már igazi nagy mozisztárok. Hát ez igaz. Ezzel egyetértetek? Hát hogyne, hát most is azért, mik voltak a nagy csúk? Tehát az, hogy a Schwarzenegger meg a Danny DeVito fölmennek egy átadón ketten, és az egy show elmény, és ezek igazi sztárok. Igen, más generáció, de például... De ez generáció, vagy tényleg azok a generáció? Szerintem például Margot Robbie-nek jelenleg kevés nagyobb filmsztár, világsztár van, aki tényleg filmsztár, és annyira zseniális, hogy az egyik legnagyobb generációjának az egyik legnagyobbja. Igen, de már nem övezi az a kultusz, ez ami igen. Övezett egy Brad Pittet, vagy ami ez övezett ugye, egy Sharon Stone-t. Ezek vagy a nagy focisták, igen. Hogy vannak most is jó focisták, de még sincs bennük az a... Nincs bennük, nem tudom, az a báj, vagy az a valami körülötte, az az aura, ami ez mondjuk egy Al Pacino, vagy egy Robert De Niro. De mi van a zenében is, Curtis, hogy ott hát is... Hát rajtam hogy... kívül a mostaniak tényleg nem. Erre céloztam magam de, is. De ez mitől van? Kérdez, hogy mit mondok, hogy csak Magyarországon, hogy Presser Gáborok, hogy LGT-k, hogy nem tudom, szóval azok már... Szerintem mindenből túl kínálat van. Nincsenek. Mindenből túlkínálat van, tehát színészből, zenészből, tehát egyszerűen annyi, a termék hogy nincs meg az a fajta misztikum, és az a fajta, és egyébként annyit nem is tudnak dolgozni egy lemezen sem. Igen, tehát... ilyen szempontból igen, különösen tehetséges a te műsorod, hogy így ki tudjátok válogatni az igazi értékeket. Igen. Óriási. Figyeltem, hogy ez a harmadik szándékos hatásvadász dumád. Na, nézzük meg, hogy... szeretne még jönni. Igen. Jön is. Jön Jimmy Kimmel vezette most. Ő mit írtál ide? Humorista? Nem, ő nem humorista. Hát lehet, hogy volt humorista, de ilyen talk show host igazából. És a monológiában ugye nagyon sok jelöltről beszélt, megszólított mindenkit, többek között Robert Downey Jr.-t is, és ő azt mondta, nehéz lesz ezt így lefordítani, hogy Robert Downey Jr. most van a karrierje csúcsán, de repült ő már máshogy is, vagy repült ő már magasabbra is, célozván arra, hogy van egy komoly drogos múltja. Ugye a high és a high angol, az van. Ugyanazt jelenti betépve lenni és magasan lenni. Így van. És, de ugye erre nem sértődött meg. Nem és tudtam. Várjál, mindjárt látni fogjátok, erre ugye Robert Downey Jr. többször megérintette így az orrát, és megnéztük, hogy ez nagyon jó fejűre az. Hogy ez nagyjából azt jelenti az amerikai elbeszédben, hogy figyú, ez kettőnk között maradjon, ez kvázi titok, nyilván nem titok, de hogy... De arra utalt, hogy kokain szívott. Hát nem, Robert Downey Jr. nem hiszem, hogy erre utalt. Meg tudja érinteni az orrát. Jó, bárhogy is. Na várjál, erre még Kimmel ráreagált, mert látta ezt, azt mondja, hogy mi van benned, maradt a drogos mozdulat? Ráreagált? Ráreagált, az jó szó, mi? Ugyanazon nevelkedtünk. Ráreagált. Ráreagált. Nekem tetszik. Én egyébként Scrabble-ben elfogadnám. Na, szóval. Nézzük meg videót, és akkor látni fogjátok. Robert Downey Jr., who is... This night is... This is the highest point of Robert Downey Jr.'s long and illustrious career. Well, one of the highest points. But... Robert has been a... Was that too on the nose, or is that a drug motion you made? Keep on moving.
Azt mondta a végén, tehát hogy haladjunk tovább. Haladjunk tovább. Tehát mit azért ez, én úgy láttam legalábbis, ez neki egy picit kellemetlen volt. Úgy érzed, hogy humorral vette? Igen, és itt mindenki van találva. Tehát a Robert Downey Jr. is tudta, hogy meg lesz szólítva. A Will Smith hogy... sem volt kitalálva. De ez a Robert Downey, de nem hiszem, hogy ő ebből őt megsértődik. Mindenki van találva, de ez nem. De, de valójában szerintem ebben tökéletesen reagált. Szerintem Robert Downey Jr. tovább lép tovább, ez ennyi volt. Szerintem Robert Downey Jr. kapott kedden egy e-mailt, hogy figyelj, Jimmy Kimmel majd a drogmúltadra fog, és akkor majd erre valamit csinálj. Tehát hogy szerinted ennyire le van ez játszva ez az egész? Szinte. Ja, annyit még tegyünk hozzá Robert Juniorhoz, hogy ugye 99-ben volt a drogbotrány, 12 hónapig ült, és 2003 óta tiszta, tehát több mint 20 éve tiszta, és akkor de... tért vissza 2003-ban Vasemberrel. De azért nagyon nem mutat túl nagy kreativitás, hogy 20 éves történeteket kell felásni ahhoz, hogy viccet tud csinálni. Tehát azért én szerintem, mondjuk egy Ricky Gervais, ő az elmúlt egy évből szemezget olyanokat... Meg Will Smith azért ne felejtsük el. Jó, de hát a beteg feleségedet elkezdik cikizni, te is lekeversz egyet. Hát a Gábor nem biztos. Igen. Igen. Na. Jó, Evelyn beszél helyettem. De, szóval megkapta a kritikát Kimmel, azt mondták, hogy úgy látszik mindegy, hogy mióta vagy tiszta, a drogbélyeg sosem kerül le rólad. Szerintetek Amerikában belefér egy ilyen poén, hogyha ez most nem volt lebeszélve. Belefér egy ilyen poén, ott azért a sztárok, rockstárok, hollywoodi sztárok. Szerintem bárhol belefér egy ilyen poén, én pedig azért gondolom ezt, mert pont arra beszélgettünk, hogy szerintem majdnem mindennel lehet viccelni. És azzal meg, ami veled történt, amit te voltál, amit te vagy, az de pláne, azt fel kell vállalni. Az lehet, hogy az valaki be fog találni. Én azért tudok erről közelebbi szinten is beszélni az ilyen dolgokról. Mondjuk hallgassuk el a szakértőt. Elveszed az élét neki. Szerintem miért ne lehetne? Hát kit érdekel? Szerintem én is viccelődöm bele. Nem tudom. Igen, csak az ő esetében 20 éve tiszta. Te hány éve? A 19 óta. Szóval nekem nem lesz olyan soha, hogy ne legyen olyan dal alatt írva, hogy ez biztos beállva írta, vagy érted? Akkor ez igaz, hogy ez a bélyeg, akkor is 20 éve tiszta vagy, ez lemoshatatlan. Te mindig egy drogos maradsz az emberek szemében. Nem mindenkinek, de lesz egy bizonyos része. Így akarja látni a rossz indulatú. Én hadd mondjam el nektek, ez tényleg őszintén, én több mint 20 éve vagyok teljesen tiszta, mert azóta van vége a Barátok köznek, és a mai napig Kertész Géza vagyok. Vannak bélyegek, amiket nem lehet lemosni. De te ezzel humorizálsz, ugye? Persze. Tehát, hogy ez oké. Ez vicces egyébként? Hát, így veszem valaki... el az élét ennek az igen. egésznek, szerintem. A ti fejetekben Atiról mi van? De ott van a bélyeg? Nem, várj, de... gondold át, ne egyből válaszolod. Ja, én ülök hozzá a legközelebb, én gondolom a legnagyobbat. Nem, de szerintem pont ő az, aki így, tehát érzed is rajta, hogy jó arc annyira, hogy ha épp úgy adja ki, és tudok olyan beszólást mondani, ami mondjuk okés, és nem túl direkt, hanem annak van is értelme, akkor fog rajta röhögni, és akkor megyünk tovább. Én szerintem nem illendő ezen viccelődni, mert itt is, amikor most neked mondták, hogy jól áll a mikroport, és mondtad, hogy milyen mikroport. Ó, ne! Ezt megmondjátok négyen most, ugye? Gyerekek, nem, én meg úgy gondolom, hogy ugye Robert Downey Jr. esetében 20 év, nálad is már egy komoly idő, hogyha valakinek sikerült ebből felállnia, és tiszta tudott maradni, akkor megtisztelem azzal, hogy ezt nem hánytorgatom fel, bolyan szinten sem. Nem hánytorgatott fel egy, nem is tudom, tehát... Úgy, hogy az bántó legyen, úgy, hogy megbántsad vele. De ez egy Oscar-díj átadó, ahol kint van egy showman, aki megtalálgatja. Mégiscsak egy 20 évvel ezelőtti sztorihoz hozzá, egy olcsó poén. És szerintem egy Oscaron, egy Jimmy Kimmelnek ennél többet kell tudnia, mint egy 20 évvel ezelőtti dobos. Olcsó poén, de igaz, miniben. Tehát most oké, neked nem tetszett más. Szerintem nincs olyan, nincs miről beszélni. Vicces, biztos. Igen, de ez az olyan nevetés, ahogy most a Kristóf kiprovokál mindjárt tapsot. Ez a kötelező. Én például
például nem is értettem volna, hogyha ezt így most nem beszéljük át, hogy akkor 20 évvel ezelőtt neki voltak valamilyen drog problémái, én nem tudtam ezt. De abban a körben nyilván. Tehát, hogy ők hát érdem, csak olyan régen volt, hogy én akkor még annyira kicsi voltam, igen, hogy nem tudtam. Tehát viszont én már most már tudod. Na most már viszont te azt gondolod, hogy na, Robert Downey Jr. egy drogos. Nem, egyébként igen, pont az, hogy ez egy sikersztori, tehát így is lehet nézni. Abszolút sikersztori, így van. Akiknek sikerült, az egy példa, és nagyon fontos, hogy pont az ilyen emberekről, hogy ha lehet tudni, hogy volt nehézsége az életben, akkor utána ezt maga mögött tudta hagyni. Az szerintem a legfontosabb. És akkor ez neked most fontos volt megtanulni ebben szerintem a műsorban? Szerintem ez nagyon szép. Nem nekem, csak hogy tök... Nem is olyan kérdezem. Szerintem nagyon sok olyan ember van, akinek például a Curtis példát tud mutatni. Abszolút. És ilyen módon nagyon sok embernek tud erőt adni, akik őt szeretik, felnéznek rá, ezzel őket motiválja. Igen. Most kérnék egy tapsot. Az Attinak. Igen. Volt még egy érdekes pillanat, 50 évvel ezelőtt volt egy, azt hiszem, hogy David Niven volt a színpadon, és átrohant egy mesztelen férfi, az egy troll volt. Volt egy ilyen. Mikről maradtunk le? És, de most Jimmy Kimmel-ék ezt meg akarták valahogy így játszani, hogy így mögötte takarásban feltűnt a mesztelen John Cena. Ő egyébként pankrátor is volt, de színész is lett, meg minden, de izmos csávó, és aztán úgy tett, mintha meggondolná magát, akkor Kimmel elkezdte őt győzködni, hogy nincs ebben semmi, ez csak egy vicc, és akkor Cena mégis hajthatatlan volt, és akkor mégiscsak kiment a színpadra a legjobb jelmezt felkonferálni, tök mesztelenül ugye a kis borítékkal itt elől. Nézzétek meg ezt a kis részt. You really not gonna do this? Fine, just give out the award then, God, the worst. Costumes. They are so important. Maybe the most important thing there is. No. Tehát azért egy pár dolog így átsuhant a fejemen, prűd Amerika, Me Too, nők tárgyasítása, ez rendben van-e? Ez a fajta mesztelenkedés. Egy férfi volt. Értem, ezért ja, kérdezem. Jó, tehát, hogy a férfinél rendben van, és nőnél nem? A papucs nem volt rendben egyébként. Igen, jó, kérdés volt. Halálmenő volt, hogy egy biotibe ment ki, nekem nagyon tetszett. A papucs, ugyanez. Én azt néztem, nekem ez zavart az egészben. Nem, valójában nem tudom, lehet velem van baj, de nekem annyira fáradt az ilyen kicsit erőltetett poén. Az is volt. Igen, nekem ez nem viccel. Nem így kell csinálni, ezt úgy kell csinálni, hogy a jövő évi sztori öcsila diátadó gála, és akkor mit tudom, hát évek óta nincs. Ez éppen ez egy fikció, képzeljük el, és akkor ott van, hogy vezeti a műsort, mit tudom, Stól Andris, mert ő vezet egy minden műsort egy bizonyos csatornán, és akkor ő a műsorvezető, és akkor kimegy a színpad szélére, és ott áll Pintér Tenya, a mi Pintér Tenyánk, mesztelenül, lóháton énekelve. Szóval az valami, az lenne, valami. De ez a kanyarban nincs ehhez képest. Ugye most ne a vágyaidról beszéljünk, kérlek, hanem hogy tényleg ez egy kicsit komolyabb dolog. Nem tudom. Pont azért, annyiról szólt nyilván, hogy mennyire fontos a jelmezés, hogy a színészeknek mennyit tud hozzáadni egyébként egy karakter megformálásához az, ha már jelmezben vannak, és ez tényleg így van. Tehát akkor az egy minden, hogy máshogy mozogsz, máshogy beszélsz. Na, olcsó geg okay volt a visszatérés. De egy nőt nem küldhettek be, hiszen... Miért nem? Erről akar beszélni. Miért nem? Hiszen Amerikáról beszélünk. Amikor egyenjogúság van, minden, akkor abban nincs. Nem? Igen, de azt mondom, mert Amerikában, a nők nem lehet. Elmúlt években, hogyha megnézed, akkor 100 esetből 99-szer nőt küldtek be, eljött az idő, amikor férfiakat nézünk mesztelenül. Ezeket nem láttam sajnos. Miért ne nézhetnénk férfiakat mesztelenül? Nézzünk férfiakat mesztelenül tőlem, oké, nézzünk. Hát ő... Kikkel néztek? De rendben lett volna, hogyha ezt a poént eljátszák nőkkel Amerikában, ott az Oscar esten? Balhé lett volna belőle. Tehát ha mondjuk Margot Robbie jön ki, biztosan balhé lett volna belőle. Balhé lett volna belőle. Pont ez lett volna, amit mondasz, hogy persze, hogy lehet, tárgyasítják a nőket,
minek van ez tekintve, már utcalányt csinálnak belőlük, igen. Amerikában a Me Too kérdés az nagyon mindennapos, tehát hogy náluk ezért van az, hogy férfi ment ki, valószínű. De ebből is meg lehet kevesebb testrészt kell takarni. Ebből is lehet még balhé, hogy miért nem egy színes bőrű férfi ment ki, tehát ez még... Bárja, még lehet, hogy lesz is belőle. Ez még igen, simán. Igen. Egy színes bőrű kerekes székes férfi. Aki egyébként nem... Te nem akarsz rá! Én nem mondok semmit! Jó, de előtte nő volt. Mindenkitől kérdezem, elegetek van-e a nők tárgyasításából? Végtelen módon. Őszinte volt, Gábor. Én tényleg érdek. Nem, hát... Pont úgy vagyok vele, mint te. Meg szeretnél szólani? Ati megint nem szeretne meg. Tudok. Rozi, de te? Engem nem... Zavar-e? Most majdnem azt mondom, hogy engem sose tárgyasítottak, de azért remélem néha igen. De hogy nekem, én azt gondolom, hogy igen, vannak nők, akik több védelemre szorulnak. Én az én életemben, hála Istennek, soha nem ért engem inzultus azért, mert nő voltam. Tudom, hogy nem vagyok egy átlagos típus, de hogy én nem annyira vagyok ebben a Me Too-ban. Na, egy dolgot hadd meséljek el nektek. Az Evelynnel együtt forgattunk egy televíziós sorozatban nem régiben. És volt egy jelenetnek vége lett, és ott volt egy asszisztens kislány, és valami ilyet csináltam neki, mondom, hogy olyan helyes vagy, és na, pont ezt csináltam, amit ő, hogy ne érj hozzám, és azt mondta, hogy ne haragudj, az intim szférám bejött, hogy jó, kikérem magamnak most már ezt. Oh. Na, akkor és most, igen. Csak befejezem a történetet, és utána te jössz. Pont ilyen karakter volt, és mondtam neki, elnézést, kérek elmondani ezt, hogy ennyire komolyan veszed, bocsánat, és erre megszólalt egy kolléganőnk, majd megmondom, hogy kicsoda, aki meg azt mondta, hogy na, én viszont ez a mítúzás, én még régi módi színésznő vagyok, engem még meg lehet b***ni. Igen, ez érdekes. Hogy Emeli, te is így hátrahőköltél, tök automatikusan. Most ez a vicc része volt egyébként, nyilván az volt a lényeg, hogy most... Viszont az van, hogy én sem szeretem ezt, és ez egy színészbetegség, és én ezen a forgatáson nagyon hamar megbeszéltem azokkal a srácokkal, akikkel többnyire forgattam, hogy mert vannak a tapogatós színészek, akik csak így jó, semmi extra, csak hogy azért mindig hozzáér a másik. De tapogatós haverok is vannak. De nem kell, és én nem vagyok olyan, én nem szeretem, nem, tehát hogyha jelenetben meg kell fogni egymást, megfogjuk, de most ez a külön combcsapkodás... Ne fogassanak téged. Ne fogassanak, értem? Engem sem. Most ez kicsit rosszul esik. Nem, én sem igénylem. Jó, ez a része, ezt a részét értem. Visszatérve a nők tárgyasítására, most ugye gondolok itt olyan, hogy mindjárt látni fogtok egy pár képet, olyan mondjuk reklámokra, amikor igazából a terméknek semmi köze a szexhez, a nőkhöz, de mégis valaki úgy gondolja, hogy tök jó oda tenni egy szerszám mellé egy fél pucér nőt. Hát a Margit híd, Budai hídfőjén most van egy épület nagyságú párkány reklám, érted? Párkány? És párkány. Ön is szeretne szép párkányt, és igen, ott van rajta egy ilyen gyönyörű félmesztelen nő, aki kicsit takargatja a ciciét. Nézzünk meg egy pár ilyet, jó? Nagyon párkány, érted? Csapát csavar szerszám szakasz. Ez zseniális. Igen, nézzük tovább. Mi ez? Alapanyagát minden nap ingyen szállítjuk. És ott fekszik egy nő. Tehát ez van egy étterem, mert innen rendelünk. Tényleg? Milyen csúnyán van elvágva viszont mindenhol. Tényleg, hogy nyílik az ajtó. Én mindig ezt nézem. Hát most de tényleg nem akarom kimondani, hogy hol nyitják ki szegényt. Hát borzasztó. Na mindegy. Igen. Ezt láttam, ennél erre emlékszem, ízléstelenebbet, mint ez a virsli reklám, érted? Mi az? Ez gasztró a te asztalod. Ez egy sör, ha jól látom. Óriási. Ez egy sör. Igen, és egy női test, ugye, amit fog.
Atya úristen, Jézusom. Size doesn't matter, she's lying. Nagyon kemény, nagyon kemény. Igen. Na jó, szóval nagyjából láttuk ezeket. Szerintetek Ati és Kristóf először is. Szerintetek több, nem tudom, sör vagy szerszám fogy-e? A férfiak agya így működik. Inkább megveszel egy szerszámot, meg egy sört, hogy egy nővel reklámozzák, vagy ez a hirdetőknek a hülye agymenése. Feltétlenül nem, megveszem. Csak hamarabb észreveszed. Hamarabb észreveszed, jobban oda csalja a férfi szemet. Ez egyértelműen működik. Persze. Hogy nem működne? Hát akkor nem lenne. De a nőknél is tovább megyek. Tehát szerintem a női tekintet is oda vonzza egy másik nő, de ez, persze, mert megnézi, hogy gondolj bele, hogy ez ennek köze van a fajfenntartási elmélethez. Mi? Egy fúrógép és igen, egy nő? Igen, azért, mert olyan kémiai folyamatok indulnak ebben egy férfiban, amikor ránéz erre a képre, ami beindul, és akkor... Próbálom csinálni veled egy igen, és akkor megy az ütve fúróra, érted? Ezt gondoljátok, hogy tényleg biztos, működik, és a sörnél is? Persze. Persze. De hogy? Nekem ez a kapocs nem jön össze. Így van, azt a milyen jó csaj, és egy b***zer. Szerintem igaza van a Rozinának, tehát ez igen, beindít valamit az emberben, hiszen oda kapod a fejedet, valami eszedbe jut, jön egy érzés, egy intuíció, egy hormon, egy nem tudom micsoda, és akkor utána már jöhet a másodlagos és üzenet. Amikor te legközelebb bemész a szupermarketbe, és kinyitod a hűtőt, hogy válassz egy sört, akkor valahol a tudatalattidban, amikor szkennered, hogy melyik sör legyen, nem tudod, hogy miért, de rágerjedsz a Budweiserre. És akkor leveszed, és elviszed haza, és megvetted, és sikerre járt. Ez egyértelmű. Hányszor átverhettek engem így tényleg? Rengetegszer. Ti lányok, ti szeretnétek-e, hogy megfelelően pasikkal reklámoznának nektek való termékeket? Hasonló módon. Ugye, ne felejtsük el a régi Coca-Cola reklámot, amikor az izmos rác vitte föl a csajoknak, tudod, és csorgott a nyáruk az irodistáknak. Furcsa lenne visszafele, hogy John Cena és egy körömlak, tudod. Igen, szerintem nem véletlenül kell reklámoznak, mert a nők is ugyanúgy, egy figyelemfelkeltésről szól. Tehát működne nálatok is fordítva ez? Ezt nem tudod dekódolni, tehát ez az, ami tudat alatt hat. Szerintem működne. Tehát ez tudat alatt hat. Hogy oda nézel, megnézed, megdöbbensz, vagy felháborodsz, tehát érzelmet vált ki belőle. Viszont a nő, de nem a fúrógép. Egy szexi nőt szerintem több nő ismer el szexi nőnek, tehát mint ott nagyobb a, pasit. Mint pasit. Tehát, hogyha egy szexi nővel reklámozol, akkor elérted az összes férfit, és elértél 30% nőt. Ha egy szexi férfivel reklámozol, akkor elérted 3/4 nőt, és 0 férfit. Ez igaz. Ez igaz. Van-e olyan, hogy férfi termék, női termék? Termék? Szerszám, fúrógép, férfi termék. Persze. Mosószer, női termék. Így van. Oké. Okay. Jó. Most szereted a mosószer? Nem, csak hát, hogy most már ezt sem kimondottan, hogy most akkor még nézzük már hajcsavaró, vagy sminkészlet. Most furcsa lenne, igen, egy férfi ott áll, igen. Egy sminkészlettel is. De mondjuk azt meg azért nézed, hogy... Hát igen, meg annyira. De egyébként jól mondom, mert pont annyira testidegen a férfias sminkészlettel, mint igen. Nő a csapágyak fölött. Abszolút. Vagy... Akkor most a hölgyeket kérném meg. Itt van ez a két pasi, Ati és Kristóf. Mi volna az a termék és az a póz, amit ők lengén, alig öltözve... Hát, szerintetek... Hát nálam biztos nem zsírégető, azt tudtam. A nők kedvére reklámozhatnának. Van olyan magas fedésű melltartó? Melltartót szeretné? Jó, Curtis melltartót szeretne, igen. Nem, de például olyan alapozó, ami elfedi még a tetoválásokat is. Tehát ez annyira fed, de jó, de várjál, van egy praktikum abban, tehát hogy a tetoválással, de... Hát persze. Oké, hogy néznek ki akkor a fotó? Curtis-szel, a tetoválással és az alapozóval? Ez hogy képzeled el? Hát igen, messze, mindenképpen egy itt ilyen testszínű... Testszínű fecskében kell lennie azért, hogy el tudja adni ezt a terméket. Fecske. Igen, tanga. Testszínű fecske. Jó, és hogy állna, ülne, kézben tartja, próbafestést csinálna. Rozina? Ami már így brainstormingolunk. Ami nektek nőknek bejönne. Nem, én egyébként Curtis-t egy sörreklámba látnám nagyon. De az mondjuk... Tehát, lengén? Lengén. Oké. Okay. Ha akarod, legyen lenge. Hát nem, mert erről beszélünk, a Curtis tárgyasításáról beszélünk. Nyáron, és én egy ilyen izébe, egy ilyen nagy úszógumi, pelikános úszógumiba, a Balatonba.
Ezt le fogom gyártatni. Körtisz egy jó magyar sörrel a balatoni feelinget átadja. Prolis lenne a fotó, vagy glamorous? Kicsit prolis. Kicsit prolis. Hát abban otthonosan mozgunk igazán. Az hiteles lenne. Hiteles lenne. Kicsit prolis lenne. Kristófot egyébként egy női fehér nemű reklámban. Én is. Hol volna megjelenítve a fehér nemű? Tehát, hogy itt igazából a Kristóf, tehát ez egy ilyen kontra dolog lenne, mert hogy a Kristófon látnánk azt, hogy a Kristófnak ez tetszik. És fogna egy ilyen csipkebugyit, és hogy még a Kristófot is el lehet ezzel csábítani. Igen. Érte? Milyen arcot vágna a Kristófa, hogy így feszíti a bugyit? És ugye Ez nagyon jó. És mindez egyébként a fénykép szintén a Balatonparton van naplementében. Én is anyaszülkmesztelen vagyok, viszont rajtam vannak a Curtis tetoválásai. Egyébként a tavalyi nyaralásnál pont megvan ez a fotó? Én vettem át a Judynak a megrendelt ilyen fürdőruháját, és úgy küldtem el neki a képet, hogy fölvettem, és mondom, megjött. Ne. Már tudom, hogy pár nap után, amennyire rájött a fölcsön, nem mertem fölvenni, de a bugyikát fölvettem, és akkor elküldtem neki, hogy 2 nap múlva indulunk nyaralni, mondom, megjött. Óriási. Bepisült. Gyönyörű. Na, jövünk vissza mindjárt egy érdekes történettel még, egy zenekar kirúgta az énekesét. Ez önmagában nem egy olyan sztori. A sztori ott kezdődik, hogy a zenekar énekese beleszeretett, vagy megszerette, vagy megtetszett neki a zenekar basszusgitárosának a mennyasszonya. És egy olyan mester tervel, amit majd később mondok el, hogy olyan mester tervel próbálta a nőt rávenni, hogy aztán inkább beleszeressen, és ne annyira a basszusgitárosba. Óriási a történet. Jó? Ilyen mester tervekről fogunk majd beszélni. Jövünk vissza, nem sokára a reklám. Itt is vagyunk, és egy zenekari kirúgást szeretnénk itt elmesélni, annak a történetét. Hétvégén volt egyébként Nashville-ben, egy punk zenekarról van szó, név szerint Lorana, és megváltak az énekestől Diego-tól. Diego ugyanis beleszeretett a basszusgitáros mennyasszonyába. Na, azt kell tudni, mindketten járnak edzőterembe, Diego is, és a basszusgitáros, és ráadásul Diego gyúr, meg minden is ilyen táplálék kiegészítőket is forgalmaz, ilyen porokat, és ő szokta mindig elkészíteni a basszusgitárosnak, Sixnek egyébként a fehérje turmixát. Ez hihetetlen. És Diego-nak nagyon tetszett Six mennyasszonya, és elkezdett a porokhoz ösztrogént adagolni. Kinek, akihez? Női hormont. A basszusgitárosnak, akinek tetszett a mennyasszonya, ugye? Uh-huh. A basszusgitárosnak ösztrogént adagol Diego, aki ugye el szerette volna hódítani a mennyasszonyát. Tehát szépen a fehérje porba heteken, hónapokon keresztül tolta az ösztrogént. De mennyi időn keresztül? Tehát, hogy már elkezdett cicije lenni? Elkezdett Diego-nak fáradt lenni, Diego. Elkezdett izomból fogyni, és gyomorpanaszokkal, hangulatingadozásokkal orvoshoz fordult. A terv működött. Nem, elmondom, mi volt a mesterterve Diego-nak. Az volt a mesterterve, hogy Six, a basszusgitáros, egyre kevésbé lesz férfias, és ezért a nő a férfias Diego felé fog fordulni, hiszen ő kigyúrt, és macsó, és izé, és feromon, és belé szeret. Tehát, hogy ez egy olyan mesterterv volt, ami egyébként önmagában zseniális. Igen. Zseniális. Meg se kérdezitek tőlem, hogy egy férfi, ha ösztrogént kap, akkor az milyen hatással van? Én elmondom neked. Elfáradt, azt mondtam. Elfáradt, jó, de még adagolhat a tovább is. Gondolom már cicia is nő, érzékeny, sokat sír, nagyon sok meghatódik, elérzékenyül, bármi. Várjál, akkor lehet nekem is tesznek valamit a piában. Na most már megyek szenzitív vagyok. Lehet, hogy ilyen térlátási depresszió lesz, hogy ilyen van neked. Illetve már nem tud teljesíteni, gondolom. Igen, tehát valóban mellszövet felszaporodik, és erekciós zavarok, így. Nagyon jó. Erekciós zavarok lépnek fel, és terméketlenség. Tehát Six ennek volt kitéve, hogy megnő a melle, és nem tud teljesíteni. Tehát a terv jó volt. De ezért börtönbe került a Diego? Ezt én most nem tudom Diego-val. Mi van? Kirúgták. Engedjük is el Diego-t. Jó, szóval egy dolog biztos, azt kijelentjük, hogy Diego egy
Ez biztos. Vívó, csak szerelmes. És szerelmes. És szerelmes. Nektek volt-e olyan, hogy közeli barát vagy munkatárs párja megtetszett? Nem volt soha ilyen? Nem. Kristóf, ketten maradtunk ebben a beszélgetésben. Nem. Ati, bocs, Ati. A többiektől köszönjük is el, Gábor, és aztán a műsor végét. Ati? Volt, mondjál egy szép nőt, azért megnéz egy egészséges férfi. Megnézről beszéltünk. De jó, nem, úgy nem. Nem. Barát, az tabu. Barát, az tabu. Nálad nem. Tehát elnyomod ezt? Ez az elnyomva jó kifejezés. Az érzést, a vágyat elnyomod, vagy adsz egy sanszot, mondjuk? Egy darabig elnyomom, aztán adok egy sanszot, tudod? Nem, szóval de tényleg úgy van, hogy... Az a kérdés, megírta-e a sztori, és elhitte a feleséget? Igazából ennyi, igen. Szóval az a helyzet, hogy igen, jó lenne azt mondani, hogy tabu, és hogy ilyet nem lehet, és hogy egyáltalán mit nem lehet, csak hogy az pont úgy működik a szerelem, vagy a vágy, vagy hát azt gondolom mindannyian tudjuk, amikor az van, hogy csak az, az a mindent elsöprő, az amikor valakiben meglátod, hogy ott akkor, ott, tehát ahogy mondják, hogy szerelemben és háborúban mindent lehet, vagy nincsenek szabályok, ez sajnos igaz ilyen szempontból, hogy a mindent elsöprő szerelemre szoktam mondani, nekem volt ilyen az életemben, és a mindent elsöprő szerelembe beletartozik az is, hogy ez tényleg mindent elsöpör, mindent, adott esetben barátságot is, vagy azt, amire azt mondanád, amikor nem vagy ebben az állapotban, hogy ilyet nem lehet csinálni. Más kérdés, hogy a mindent elsöprő szerelem aztán önmagát is elsöpri. Tehát ez is benne van. Ez is benne általában. Jó, akkor beszéljünk hódítási stratégiákról. Ugye az ösztrogént most már nem használhatjuk. Hát van a szoktad nézni a barátok közt is mérnős. Nagyon maradok. Szóval, hogy kezdjük egy klasszikussal. Óriási. Nagyon ilyen. Nem, de tényleg, nézzük akkor a rövid távút és a hosszú távút. Van-e, amikor elindulsz... Nem, jó, akkor lányokat kérdezem. Mind a kettőre. Lányokat, hogy amikor ma hódítani akarok, mert olyan pasival találkozom, aki érdekes, stb., akkor mi a rituálé? Na, ez érdekel. Igen, van. Ha elég motivált vagyok, akkor még hajat is mosok. Nem már. Igen. Egyébként semmi extra. Tehát általában én... De nincs az a ruha, az a parfüm, az a... Amikor randíztam, akkor mindig általában... Úgy fogalmaztam, fiúnak öltözöm, és akkor úgy megyek. Hogy? Sportosabban. De szándékoltan? Így, igen. Hogy így is tetszel-e, vagy igen, nem azért tetszel-e? Igen, mindig smink nélkül, és... Megadod a módját, na. Hát inkább igen így. És volt már olyan, hogy egyébként azt mondta nekem valaki, hogy te figyelj, mert te csak engem büntetsz azzal, hogy nem sminkeled magad. Ez azért nem nagyon finom. Nem, hát vannak bántalmazós típusok. Rozi, te? Van-e a rövid távú rituálén? Nagyon régi emlékeim vannak erről a bűvölésről, de valahogy én ezt inkább egy ilyen energetikai dolognak látom. Szóval, hogy bekapcsolok valamit. Beviszi paksra, tudod? Nem így vagy. Jó randi pakson. Van egy ilyen mód, és akkor az bekapcsol, és ott egyértelművé válnak a dolgok. Tehát neked van egy ilyen az energetikáddal, hát tehát most ugye arról van, hogy neked el kell bűvölnöd valamit. Igen, úgy tudok nézni, az ember elkezd csábítóan nézni, valószínűleg elindul egy olyan hormon. És ez ösztönösen jön, ez nem gyakorlott tükör előtt. Ez a kémia. Kémia, igen. Ezt bekapcsolja az ember. De te tudod használni ezt? Tudom. Wow. Tudom. Jó taktika és stratégia, Kristóf, leitatni a nőt. Tehát az be tud-e válni, de. Nagy klasszikusokkal kezdtünk, ugye a barátok közt a leitatás, nagyon jó van megyünk, tehát jó a mesdje, jó, igen. Nyilván
Ugye kor kérdése, hogy mikor mehet, ugye emlékszünk, egy tini házi bulikra szólt, de nagyon be kell lőni azt, hogy az ember mennyit iszik, hogy tehát túl sokat iszol, te magad, hát ez rettenetes. Iszonyatjáték, igen, emlékszem. Ez hány év, mire belövi az ember? Igen. De ez az a szint, amit a Curtis még mindig keres. Nem. Te arra emlékszel, Curtis, hogy Judit milyen ilyen stratégiával tudtad be fűzni, vagy hát én az első találkozásnál, én azonnal ugye pont a barátnőit akarta elcsábítani, naplementézni a Balcsin, és én meg hallottam, és mondtam, hogy hát én nem vegyek veled. És akkor így nézett nagy szemek, azt se tudta, ki vagyok, az a legszebb. És mondtam, megnéztem, hogy mikor a naplement, mondom, itt találkozzunk előtte fél órával, és akkor várt is ott engem, és akkor mondtam, hát de nem innen nézzük be, megyünk hajóval a Balcsiba. És akkor így, szóval én ezzel, és mondta is, hogy neki ez egy olyan, ja, és vittem a cipőjét, hogy ne beessen a Balcsiba. Én új ember vagyok egyébként. Látod, Gábor? Vannak ilyenek. Honnan tudod, hogy én nem béreltem már hajóflottákat? Szerintem erre nem adsz. De nem baj. Ó, dehogy nem, én nagyon költekezem. De akkor mesélj! És te hogy udvarolsz? Mindenkit kérdezel, mindenki hát, mesélt. Hát, mert ez az én posztom, hogy műsorvezető vagyok. Igen, nekem nem kell válaszolnom ebben a műsorban. Volt-e fordított helyzet, azaz, hogy észrevetted-e azt, hogy a párodat próbálják behálózni és becserkészni? Rengetegszer. Egyetlen egyszer? Rengetegszer. Ja, rengetegszer. Rengetegszer. És hogy ilyenkor mit csinálsz? Ha nem volt, akkor... De én, akkor én szeretem ezt hagyni, mert hogy abból sokkal többet tanul az ember, hogy egyrészt a párod hogy reagál rá. Tehát, uh-huh. hogy ez egy sokkal izgalmasabb játék. Ha most ott botrányt csinálsz, meg elkezdesz ott köpciáskodni, vagy ha te megszabod a határokat, ennek szerintem sokkal izgalmasabb megnézni, hogy akkor lássuk, hogy élesben mi történik. Nekem az jutott eszembe, hogy itt mindig elpoénkodom a dolgokat, meg az ember itt májerkedik, persze, meg amikor te csábítottál, nem tudom. De hogy belegondolok őszintén, nekem nem csak hogy olyan volt, hogy láttam, hogy valaki ráment a nőmre, hanem hogy azt is végignéztem tulajdonképpen, hogy elszereti. Tehát, végignézted, hogy, és nem avatkoztál be? És passzivá váltam a tulajdonképpen biztosan a zavartól. De hónapok során? Tehát hát ez hetek volt? Inkább azt mondom, de igen. De láttad a cserkészést, igen, a szögögetést? Igen, igen. Az, amikor már mi vagyunk ketten együtt, hogy ott valami nem úgy működik. Igen, szóval, hogy visszagondolva ez tulajdonképpen teljesen látható volt. De te nem azért nem szóltál bele, amit a Rozi mondott, hogy inkább megnézi, hogy intézi ő saját maga? Nem, hanem mert le voltam fagyva. Aha. Egyébként, ha beszélnél egy ilyen helyzetben, akkor te az illetővel, a cserkészővel beszélnél, a szövögetővel, vagy a pároddal? A cserkészőnek semmi köze, én szerintem ilyen értelemben hozzá nem. Hát hogyha van kit becserkészni, tehát nem azzal, nekem nem azzal lenne problémám, aki a becserkésző, hanem nyilván a saját páromnak, ott a mi kapcsolatunkban nem stimmel valami. Ahol szerintem, ahol működik, és ahol nem történt megcsalás, vagy még nem történt, vagy nincs, Az egy döntés kérdése, az nem azt jelenti, ha valaki összejön valakivel, vagy összeházasodnak, vagy gyerekük lesz, hogy onnantól kezdve nem kapsz semmilyen ingert, nem érzel majd vonzalmat akár egy ember iránt, amikor még csak azon, de jó vele beszélgetni, ugye innen indulhat mondjuk. Akkor neked tudnod kell, fel kell tudnod mérni azt a pontot, amikor már rájössz te magad, hogy ő veszélyt jelent, mert jó vele dumálni, mondjuk még csak. Hát és az egy döntés. Megérzed. És a hűség szerintem az egy döntés. Tehát akik igen, kitartanak egymás mellett, az azért van, mert úgy döntött. Nagyon sok helyzetben, hogy nem. Meg szerintem nagyon fontos, hogy a párkapcsolatodban ezt képes legyél kommunikálni. Tehát ha igen. Neked az tabuként kell kezelned, hogy te vonz adott esetben, igen, 8-10 év alatt előfordul, hogy megtetszett, valamilyen... Igen, és akkor ezzel te hazamész, hogy ez van? Nekem az nagyon fájna. Igen. Mondaná, de hogy... inkább hazudjon? Hát ez nem hazug se. Az van, hogy olyankor nektek nagyon melózni kell, tehát én is... Az olyan lenne, mintha megcsalt volna. Nem tudom, mire elmondani. Az én ilyeségem. Szóval inkább hazudjatok, én azt mondom. Nem, nekem nem mondja el. De azt nem mondja el. Nem kell hazudni, mert én nem fogom megkérdezni, hogy na,
Ma tetszett valaki ma? Nem fog megkérdezni. Ne mondja el! Elkezdjél ma vonzódni valaki a szírt. Ne legyen ilyen őszinteség, Roma, hogy képzeld el, kicsi, hogy láttam egy pasit, és fú, de jó nézett ki. Igen, ezzel ne jöjjön haza. Kristóf, mondjuk most minden rendben van veled. De tegyük fel, ilyen július környékén elkezd ereszkedni a melled, nőni, és nem vagy olyan kívános. Akkor te beletörődsz, hogy ennek is eljött az ideje? Vagy a bocsira kezdesz gyanakodni, hogy ösztrogént rakott a vizetbe. Vagy kihez fordulsz, tanácsér? A legjobb szakemberekhez. Csonka Bandi. Bandi, jó kérdés egyébként. A Csonka Bandit mindenképp megkérdezni, hogy van-e erre szakosodott orvosa, mert neki mindenre van, tehát ez... A híresen hipohonder, ugye? Ez egy jó... De nem fordulhatsz, de akár a feleségedhez, hogy ezt izé, vagy orvoshoz, tehát hogy nyitott a... Orvoshoz feltétlenül. Orvoshoz egyébként úgy történne az egész eset, hogy először a feleségem fordulna hozzám, tehát ő... itt ez a riadó lánc, és akkor nekem kell a következőleg... Nincs, tehát vagy papot, vagy orvost hívok. Ez a két verzió van. Már csak nagyon a pilócás ember sem. Nagyon-nagyon köszönöm, nagyon színes volt ma. Remek volt minden téma, illetve ti főleg. Köszönöm szépen. Bosala Rozinára. Dobos Evelinnek. Körtisznek. És Németh Kristófnak. Óriásiak voltak, nagyon szépen köszönöm. Egy hét múlva találkozunk. Jó éjszakát.